kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Becsuktassam az ajtót. Jó. Jó MTV Raps. Mielőtt a sípolás még valakit zavarna. Én már nem hallom. Én se. Hát mivel? Megszoktuk. Annyi év alatt. Nem? Négy, nem? Négy év. Négy éve vagyunk itt? Négy. 2020 eleje. A kurva élet. Kemény, nem? Zseniális, imádom. Idő múlásában nem harcolsz. Minek? Sziasztok, ez itt a Doberános. Benne Giussi Molti Santi és Dopi Soprano, a kétszemélyes Cosa Nostra család, a podcast műfaj megújítói, a tökéletes minőség megalkotói, a filmszerű élmény létrehozói a műfajban. És már egy újabb podcasttel jelentkezünk, több témát is gondoltunk, hogy felhozunk. Az egyik volt, hogy kitárgyaljuk a Hajdú Péternél az Ábrahám Robit, és harmadszorra is. Azt láttuk, hogy ez működik. Leakasztunk egy 15-30 ezeres nézettséget. Ez egészen szimpatikus, és aztán sem, egyáltalán nem arról beszélünk a végén. Persze, valamelyik kommentelő azt mondta, hogy hosszan fenn kell tartani az érdeklődést, különben elmennek a népek. Hát ezúton bíztatok mindenkit, hogy akinek nem tetszik valami, az takarodjon el. Igen, ez nem egy javaslat, hanem parancs. Nem tudom, tudjátok-e, de mikor Bódi Dharma elvitte a zent Kínába, és akkor még igazából gyánának hívták azt az irányzatot. Gyátnak. Gyát az az én irányzatom. A TKS, nagyság, nagy kerek, picsa. Gyorsan el lehet vinni a figyelmet, ez jó. Rögtön megszint a buddhista értekezés. Egyből eszembe jutott egy Gangsta Zoli szám. Hogy? Várjál. Nagy csöcs. Két nagy csöcs, kicsi derék. Nem. Nagy csöcs, kicsi derék, két nagyság. Ez jön be, öcsi? Ez az, amit szeretek. És nem érdekelnek a manökinek. Nekem laposi bancok nem kellenek. Selegem van a divat a pókból. Csontokkal én nem lakom, jó? Mert nincs semmi jobb, mint egy nyomorult ringyó. A farkamra húzom, és nekem így jó. Így a jó! De jó. Ezek még szövegek voltak. Na de vissza oda, tehát, hogy először ez nem zen volt, hanem gyána. Uh-huh. És a gyána, ugye ez az elrévedés, a meditációnak az állapota, amiben aztán megvannak a különböző fokozatok, ahogy el lehet jutni a megvilágosodásig. És az a lényeg, hogy ez azért jött ez a műfaj, vagy ez az irányzat a buddhizmuson belül, mert miután meghalt a király, a császár, a tanár, a reformer, az első pszichomókus az emberi történelemben, Gautama Siddhartha, akkor utána volt egy ilyen zsinat, ahol felosztották az irányzatokat. És akkor volt a Mahayana, nagy szekér, meg a Hinayana, az a kis szekér. És a Hinayana, az lett Téraváda, azt hiszem az öregek tanítása, és akkor a másik meg ugye a Mahayana, az ott az egy nagy szekér, ott bevonták a világiakat is, és az elérhető volt ott a megvilágosodás a világi gyakorlók számára is. Demokratizálták. Mert a Hinayana az kifejezetten szerzetes életmódot folytatók számára volt elérhető. Mindegy. Szóval jöttek zsinat hátán, ugyanúgy, mint a keresztényeknél, tudod, hozzátoldottak a Bibliához, elvettek belőle, ugyanez történt. Akkor voltak ilyen-olyan hitviták, és aztán jött Nagarjuna, meg egy csomóféle irányzat, Sunyata, Madhyamaka, akkor a Alaya Vijnana, tudod, a jogacsára buddhizmus, ez tök jó, mert senki nem ért, hogy miről beszélek. De annyi lett a filozófiai csavar, meg csomó,
hogy történt egy ilyen reformáció, ami tulajdonképpen a református vallásban megjelenik a kereszténység kapcsán, hogy visszatérni a gyökerekhez, a fundamentumokhoz. És a buddhizmusnak mégiscsak az alapja az a meditáció volt, és ezért kialakult egy irányzat, ami kifejezetten a meditációt preferálta az okoskodástól függetlenül. Tehát nem nagyon érdekelt a beszéd. Ennek egy alapvető szutrája a Fehér Lótusz Szutra, vagy Lótusz Szutra, amikor is az van, hogy a Buddha megjelenik ott a csomó ilyen bódhiszatva, meg istenség, meg mindenki előtt, és akkor várják, hogy mondjon valamit, tudod. És akkor felmutat egy lótuszvirágot, és nem szól semmit. Tehát, hogy ugye az zenben az van, hogy a szövegek nélküli átadás. Nem érdekes a duma, csak a meditáció. És ugye a Bodhi Dharma elvitte ezt az irányzatot, és leült a mostani Shaolin templomnak egy barlangjában, és ott 7 évig nézte a falat. És jött egy csávó, aki tanulni akar tőle, mert ő hallott róla, hogy ott van. És így könyörgött, hogy álljon vele szóba, de az nem állt vele szóba egyáltalán. És ahol akkor már, nézte. Igen, és annyira kétségbe esett a csávó, hogy levágta a saját karját, hogy fölfigyeljen rá. Okos. És akkor utána a bebocsátást nyert a tamba. Csak egy karba került. Igen, tehát ezt üzenem azoknak, akiknek nem tetszik valami, hogy ha nem bírják tovább nézni, és szeretnének velünk szóba állni, és tanácsot adni, akkor előbb vágják le a karjukat. És ha túlélték, akkor visszatérhetünk a beszélgetés. Természetesen ez egy, hogy mondjam, egy metaforikus történet. De mint minden metaforának a fele igaz. Hát igen, hát magyarán, hogy az elhivatottság kell ahhoz, hogy a zen útjára lépjél, és akkor a tanító szóba álljon veled. Egyébként ennek valamilyen formájában a Luke Skywalker meg a Yoda mester találkozás az egy ilyen tipikus zen tanító-tanítvány találkozásnak a története. Akkor a Kill Bill is, az is hasonló. Az is, persze. Ja, abszolút. Mai-Pei. Mai-Pei, hogyne. Az egy nagyon kemény zen mester. Na, aztán... Hát igazából ez csak egy ilyen bevezető. Ez az, amit úgy szoktak hívni, hogy a semmiről beszélünk, meg polemizálunk, nem? És akkor most kell mondani, hogy lehet küldeni pénzt. Igen. Patronon, www.patron.com per az igazi Dokument TV, PayPalon vagy pedig banki átutalással. Ezeknek a leírását megtaláljátok a videó leírásában, és akinek nem tetszik valami, az szopjon le. Nagyon fontos, tehát a humor. Nagyon fontos a humor, tényleg. Én az egyik első számú problémának azt látom, hogy a humor az nagyon durván kiveszőben van így a társadalomból, és ez nyugaton is egyre jellemzőbb, hogy a humorral így nem nagyon tudnak mit kezdeni, hogy az önirónia az egyik nagyon fontos, a másik pedig, hogy másokon úgy tudj nevetni, hogy nem bántod azt a másikat. Tehát, hogy most már a humor is olyan, hogy csak kegyetlenkedni lehet. Akkor az, ahogy én a D-világáról, meg a jó van ez így, hogy poénkodtam, az nem humoros. Ebben a szemléletben? Aha. Hát mivel ők kezdték, ez így csak ja, önvédelem. Most jön a bezeg. Ez most csak önvédelem. Most jön a bezeg. Igen, hogy bezeg. Tehát, hogy ez önvédelem. Igen. Akkor most eljutottunk a témánkhoz, csak hogy clickbait legyen. És elég érdekes legyen, nem a Hajdú Péter féle interjúról fogunk beszélni. De azt írjuk a címbe. Hát igen, vagy még jobban, hogy miért néztek, jól van ez ígyet, meg fókuszcsoportot. És akkor ez egy egész rövid adás lesz, mert a válasz erre szimpla és egyszerű, mert hülyék vagytok, és retardáltak. És tényleg itt vége lenne. Én. 3,5 perc után. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra. Igen, de csak azért, hogy kitoljuk az adásnak a hosszúságát, azért megpróbáljuk ezt mélyebb rétegeiben. Menjünk bele ebbe a jelenségbe, mert ez szerintem fontos, és egyébként egy korrajz. Tehát azt azért elvitathatatlan,
hogy az úgynevezett ilyen független véleményalkotásnak vannak minőségi csatornái, és mindenféleképpen ezek közé tartozik a Partizán, a Gulyás Marci, a Puzsérék féle önkéntes mérvadó, illetve az Apu, Abszolút. annak ellenére, hogy rengeteg hülyeséget hordanak össze, sokszor, és igazságtalanok is, szerintem. Tehát De mégis amennyire szórakoztató magukat nézni. igazság tudóinak kiáltják ki, annyira igazságtalanok is. Tehát, de ott mindenféleképpen van egy olyan intellektuális élményed, hogy lingvisztikailag legalább helyén van a dolog, meg vannak olyan szereplők, akik nagyobb ismerettel rendelkeznek az élettel, illetve a műveltséggel kapcsolatban, és vannak természetesen ilyen csapkodók is, de ott azért előfordul az, hogy olyan szemléletet, illetve vetületet kapsz, ami megvitatásra érdemes, vagy amiről érdemes beszélgetni, vagy akár egyetértesz velük sok esetben. Hát a Partizánról ott nyilvánvalóan, mint egy magyarországi külföldről pénzelt érdekképviseletről beszélünk, tehát az meg egy ilyen kapitalista, annak ellenére, hogy egy gulyás marxista vezetője van, de az egy kapitalista platform, ami egyrészt valamiféle politikai érdeket képvisel, kiszolgál, megfogalmaz, De mégis egyfajta függetlenség de így nyilván. függetlenséget sugároz, ennek ellenére olyan, mintha független lenne, és ezt alátámasztja az is, hogy azok, akik egyébként a független objektív sajtót nem tartják függetlennek és objektívnek, a részvételükkel és a műsornak a rangjának az elismerése által egy olyan polcra helyezik, mintha ez tulajdonképpen valamiféle internetes közszolgálati média lenne. Kinézetre is olyan Ugye, egyébként. Jakab? Igen, Jakab. De és persze vannak azok, akik pedig nagyon népszerűek, de azt mondom, hogy hát szellemi kihívásnak nem nevezhetőek, és ilyen jó van ez így, meg a már emlegetett D-világa, akár a Potyondi Edina, amit én humorosnak nem tudnék nevezni, erről a Ezt jelenségről megbeszéltük már múltkor. beszéltünk, és A D-világáról ugyanez elmondható. igen, annak Direkt megpróbáltam rajta nevetni. és fura volt, fura érzés volt. Nem tudtam. Nem, hogy fura érzés volt, de nem tudtam. Tökre vicces volt, mikor egy kommentelő a múltkori műsorban, ugye előttem egy-két ilyen poént, és így mondta, hogy odáig jutottál, hogy embereket fikázol? Hova lehet még süllyedni? Tök furcsa, mert mondjuk alaphangon a D-világ engem napi szinten szopmennek hív, hogyha a szóba kerülök. Igen. És én ezen nem tudtam fölháborodni. A Puzsér az az édesanyámat vette a szájára, meg a húgomat, amin föl tudtam háborodni, de aztán ugye a helyére tudtam rakni ezt magamba, meg a megfelelő polcra helyeztem, és nyilván ennek vetületében vizsgálom a delikvenst, érted? A fókuszcsoport szintén egy olyan fajta gúnyos megfogalmazást tolt velem kapcsolatba, hosszú hónapokon, meg fél éven keresztül, amit én tökre elfogadtam, hogy ezt nyomják. Na most hozzáteszem, hogy a túloldali média is hemzseg egyébként a hasonló jelenségektől, tehát ott is annyira egyoldalú a szemlélet. Ez alól talán egy kivételt tudok, a Hajóágyút, ami szerintem a legszórakoztatóbb ilyen politikai podcast, oldaltól függetlenül, és a Robit. De hát a Robi most már úgy érzem, hogy ez egy Robi most már teljesen független függetlenedett. igazságharcos, igen. Úgyhogy, de azt gondolom egyébként, hogy mert az a baj, hogy tök furcsa, hogy egyáltalán arról kell beszélni, hogy ilyen kormánypárti, meg ellenzéki, meg ilyen független podcast, tudod. Hogy nem Nem? minden podcastnek Hogy annak nem kéne tudsz úgy levelednie? beszélni, csak van egy podcast, ahol beszélnek erről, arról, hanem ami megfogalmazzák ezeket. Hát, mint van a Hát de mi Robinak ez. vagyunk? Hát mi? Ennyi. Hát például van a Robinak ez az esete, ez a Lakatos Márk történet, tudod? És akkor
ott is egyből oldal mentén fogalmazzák meg, hogy mi van. Az a vitának a tárgya. Igen. És hogy miért nézik ezeket a podcasteket? Mert egyébként szerintem ezek az ellenzéki hangot megütő podcastek sokkal népszerűbbek, mint a... Mert azok, akik az interneten nézelődnek, meg szerintem az a korcsoport, akiknek ez szól, ők alapvetően szerintem mindenféleképp a kormánykritika felé tendálnak. Tehát, igen. Hogy ráadásul nem is kormánykritika, hanem keményen ilyen kormánygyűlölet, amit ők fogalmaznak meg. És mivel elég sokan érzik ezt, amit a Jól van ez így csatorna, vagy a Dévvilága közvetít, ezért ez oda vonza ezeket az embereket, mint egy ilyen lámpás az éjszakában a bogarakat. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ahogy mondod, hogy ezek valahogy mellőzik a mérsékeltséget. Meg az, hogy... Igen. Elvárják, saját... de nélkülözik. Igen. Mint ahogy megsértődnek, hogyha még a kommentelők is. Igen. Hevesen megsértődnek. Ahogy tehát, írta az egyik kommentelő. Te mosolyogva fogadd el, hogy szopmen vagy. Mert te vagy a rossz fiú. Igen. Mert te ki vagy kiáltva a rossz fiúnak, aki a kormányból él úgy egyébként. Igen. És pedig én csak a valóságot mondtam el, hogy egy pincébe ül szegényként. Ott ül egy pincébe 20 éve, és kapott egy kamerát, és végre játszott. És gyártott tartalmat. Meg egy világító, egy monitor. És amikor seggébe dugják a WC-kefét, akkor felülött. Éreztem, hogy olyan nehezen jött ki, de a régi Dopman nem engedte meg, hogy ne jöjjön ki. Nem. Az ott van alul szörnyetekként, és azt mondja, mondd ki. Figyelj, bazánk, az az igazság, ami nekem rémületes, hogy tulajdonképpen kard-kardba öltve végtelenül mély színvonalra vitték ezt a fajta véleményformálást, amit videóba csinálnak, meg közbeszédet. És az a baj, hogy beállíthatja itt magát bárki ilyen felkent szentnek, aki itt csinál minőséget, meg valami, de igazából sehol semmi. Nem is tudnak az emberek összefüggően beszélni fejből. Például az Ábrahám Robi ebbe olyan szinten felett áll az egész mezőnek, meg a hajóágyúsok. Tehát én eleve onnan tudom, hogy valaki komoly kvalitásukkal megvan áldva, például véleményformálás terén, hogy földobsz egy témát, és tud fejből beszélni. Nem kell leírni, mert kétféle podcastet látok, és ezért bírom a Joe Rogant egyébként, hogy ott egy olyan jó stílben van hozva ez az egész. Annyira vagány módon van ebben a műfajban kikerekítve ez a történet, hogy megfogalmaz véleményeket, mulat, nevetség, nevetni lehet rajta, humoros az egész. Van egy tényleg egy független véleménye. Bárkit vendégül lát, bárkivel szóba áll, és a maga véleménye mentén cserél vele eszmét bármiről. Mike Tyson-tól, Donald Trumpig, érted? A Kamala Harris-t is meghívta, és igen. A Kamala Harris az olyan feltételeket támasztott, amire azt mondta a Rogan, hogy ne haragudj. Nem, hanem el kellett volna menni a Joe Rogannek Washingtonba, és csak egy órás beszélgetés lehetett volna, és bent lett volna az egész stáb. Azt hittem, hogy a cipőjét kellett volna nyalni. Lehet. Vagy csókolgatni, mint a Black Lives Matter-nek. Ez erről nem szólt a Twitter bejegyzés, de a Kamala Harris az állítólag amúgy se tudja magáról, hogy milyen raszba tartozik, mert volt már indián is, most legutóbb afroamerikai. Hát azt tudod mi? Azért nem mondom neked mi. Akkor írjuk meg neki. Mestit. Mestit. Azt úgy hívják. Indián feka keveri. Indián feka. Ha, jó az. Jó, egyébként nem csúnya nő. Vagy hát, kövérkés? Figyelj, egyébként a korához képest már amúgy az a nő az 60 éves. Ahhoz tökre bevágnám. Tehát ahhoz képest meg abszolút, csak nem tudom, nekem a személyisége hagy némi kívánivalót hát maga nem után. Nem kell vele beszélgetni. Elég nehéz azért attól elvonatkoztatni. Igen. Mert ilyen harsányan, felröhögő módon egyszer csak így tényleg felnevetés az elég érzékeny. Jó, de egyszer elmondhatod, hogy megratyogtattad a Kamala Harris-t. Végül is.
Kapott egy kamsatot. Az a... Kam, baby, kam. Akkor maxoltad ki az életet, hogyha a Donald Trump a pókerezve söröztél, és a másik oldalról megkurtod a Kamala Harris-t. Igen. Gyönyörű. Pontosan. Na. Nem jutottunk sehova, a hím sovinizmus maradt. Király. Na, de figyelj, tehát, hogy az az igazság, hogy én azt veszem észre, hogy itt mindenki olyan csatornát néz, tehát ahol kiszolgálják, amit hallani akar. És még ezzel sincsen bajom, mert hogyha minőségi módon szolgálják ki, amit hallani akar, az tetszik, az tök oké. Okay. Csak most már azt veszem észre, hogy az emberek arra gerjednek, vagy hogy igazából nincs jelentőség, hogy hogy készül ez el. Tehát csak fröcsök. Amit te mondtál, az a jól van ez így csatorna. Hát ott igazából nem történt semmi. Mit mondtál, az jó volt, az tetszett. Hogy... Az, hogy annyira redukálódott az embereknek a figyelmi képessége, igen, hogy amennyit egyszerre egy időben tudnak egy adott dolog csinálásával tölteni. Aha. Ugye jól van ez így formátumában, ugye nagyon szembetűnő az, hogyha nézi az ember... Most fog megint a show, mert ahogy ezt mondtad, most kigyulladt az hogy anyag. Minden hetedik, de minimum tizedik mondat után van egy jump cut. Ez az úgynevezett vágás a és szándékosan látszik is. És nincsen semmiféle szünet a beszédben, hanem... Így, tehát ott érzékelhető az, hogy valószínűleg elég sok a kihagyás, az, hogy keresik a szavakat, hogy hogy mondják, amivel alapvetően egyébként nem lenne probléma. De van. Csak, tehát az emberek azért tudják azt nézni, mert minden egyes vágás után olyan, mintha lenne egy új élményed. Soha nem lesz új élményed, de jön az az élmény, hogy történt egy vágás, és az egy új impulzust ad. Igen, tehát igazából az van, hogy a... elképzelt koncepciódhoz lepróbálnak gyártani egy minél magasabb, nem tudom, hogy adrenalint, vagy dopamin termelést kiváltó jelenséget. Ami folyamatosan tehát így. Például igen, ha jól van ez így, az Mere. Úgy tart egy órán keresztül, hogy közben folyamatosan megakasztják. Igen. Tehát olyan, mint ha úgy hallgatnál végig az iTunes-on egy dalt, hogy megy a Eminem, hogy guess who's back, back again, shade is back, tell your friends, és akkor az igazából náluk így, hogy get back again, shade is back, get back, csak a szüneteket látta. És látszik is, hogy megvan vágva, hogy azt mondta, Laci, Gyuszi, és így ugrik a fej, tudod. De ott nézem, hogy igazából mindegy is, hogy mit beszélnek, azt megpróbáltam több videót végignézni, tehát, hogy tök érdekes, hogy... Mert hogy ez egyetemistáknak a kedvenc állítólag, meg a jövő értelmiségének ez az alapvető hírforrása, minden. És tök érdekes, hogy az értelmiségnek a kedvencei lettek a dilettánsok. Tehát vannak a galaxis őrzőiben a szuverének, az az Orbán, az aranyszínűek, tudod? És most bevezetünk egy újat a galaxis őrzőibe, a dilettánsok. Tehát a Csoki, meg az Ádám, Ádám és Csoki, Csokis Ádám, Ádámos Csoki, ők a dilettánsok. De igazából úgy haragra nem is méltóak, mert mikor például így szídnak téged, vagy valakit így marnak, vagy savaznak, igazából komolyan vehetetlen, mert olyan, mint két nagyra nőtt ilyen óvodás. Aki így valahogy úgy maradt, érted is. Meg olyat csinálnak, ami így beakadt. Tehát, hogy ez pénzszerzés. Tehát pénzt keresnek ezek az emberek. És ha valaki... Tehát, és azt hazudják, hogy nem. Hozzáteszem, gecik, ne nyírnyáljatok, hogy magas az euró árfolyam, meg a dollár árfolyam, mert minden YouTube tartalomgyártónak kibaszott jó a minél magasabb dollár meg euró árfolyam. Ja, mert abba kapod. Ugyanis aki a YouTube-ra gyárt tartalmat, csak úgy elmondom a közönségnek,
hogy ez ugyanúgy export tevékenységet folytat, mint mondjuk aki a Audi gyárba dolgozik, érted? Vagy az akkumulátor gyárba. Magyarán ugye a saját termékét elkészíti, és nyugaton kerül értékesítésre a reklám. Tehát itt látják a reklámot, de azt a nyugaton számolják el. Uh-huh. És mindenki dollárba, meg euróba fizetnek ki. Magyarán minél magasabb a dollár vagy euró árfolyam, az egy YouTube tartalomgyártónak annál jobb. Kivéve, ha nem szponzorokból él. Tehát, hogyha reklámbevételekből él, akkor titokban imádkozik, hogy minél többbe kerüljön a dollár meg az euró. Na, annál magasabb a pénze. Ezt csak úgy mondom. De hát ezt tehát nézi minden nap 110, 120, 150 ezer ember. Tudod, jó, hogy most mennyi reklámot lehet generálni, mutattam. Igen. És képzeld el, azon mennyi van. Nem, meg kéne nézni úgy, hogy nem YouTube Premium van, hanem egyszer végignézem úgy, hogy hogy néz ki ez nála. Végig van tolva. Persze, hát ez a legnagyobb modell. Be kell rakni, minél több helyen akadjon be. Hát egyébként meg, ha... Tehát nagyon egyszerű dolog ezt megszüntetni. Havonta egy előfizetéssel a YouTube-on ezt ki lehet szűrni, ezt a rengeteg reklámot adott esetben. Így. Tehát így is úgy is oda jut a pénz. Persze. Tehát, hogyha mindenki YouTube Premiumra fog előfizetni, az egész világ, aki a YouTube-ot nézi, akkor kb. Ugyanott van viszont a YouTube. Viszont akkor kivonulnak a reklámosok. És soha többet nem lesz reklám. Tehát azt tudja YouTube, hogy nem fognak persze, YouTube Premiumra persze, menni. Persze. Sokan izéből nem mennek, csak azért is. Aha. Na, de mindegy, tehát ők a dilettánsok, és ők az egyik legnépszerűbbek egyébként, de ez tényleg rengeteget elmond, hogy ez hova jutott ez a dolog. Ugye vannak köztük a professzornak számítók, mint tudom, tényleg a Puzsér, meg a társasága. Na, a képtelenséget, meg hülyeséget ott is lehet gyakran hallani, ezt hozzáteszem, mert annyira érzelemvezérelt minden. De a Puzsér az szerintem a legkevésbé kapitalista ezek közül. Tehát ezek már, a jó van ez így, a fókuszcsoport, meg az összes többi, ezek már kifejezetten kapitalista cuccok. Akkor ugye azt beszéltük a múltkor, hogy tehát mindig egy nagyon magas ilyen dopamin szinttermelést kell előidézni, és tulajdonképpen ugyanúgy, ugyanarra játszanak ezek a tartalomgyártók, akik egyébként a szörnyek ellen szerveznek feltüntetést, meg felvonulást, mint minden másik ilyen hollywoodi vagy akármilyen projekt, hogy a negatív érzéseket kimaxolni. Tehát ugye, mikor mondják nekünk, hogy viccelődni emberekkel, hogy lehet idáig süllyedni, az egész műsoruk arról szól, hogy emberekre hányják a fikát. Olyan emberekre, akik hozzájuk képest, érted, most mindegy, hogy milyen előjellel, de valamiféle módon tettek a világhoz, vagy vettek el belőle, és úgy, hogy ez belőlük is vett el, vagy tett hozzájuk, érted? Tehát, hogy ott volt olyféle tevékenység. Ez meg a suliból a hátsó pacsor. Olyan, mint egyébként a Balázsó volt reggelenként. Mert az is olyan volt a Vadon Janival, mint a hátsó sorban a rossz gyerekek. Csak az nagyon minőségien volt megcsinálva ezt képest. És akkor például a D-világa, az a mérges. Tudod, a mindig mérges, a pukkancs. Hát látod is, ha ránézel, az egy pukkancs. Egy nagy darab pukkancs. Állítólag legalább akkora, mint a Puzsér. Az egy magas csávó. Állítólag legalább akkora. Meg azért van a pincébe tartva. Nekem, hát az kijön a pincéből, megharap mindenki. Most volt a Puzsérnak a születésnapján, láttam. Igen, a Puzsér isporos parókában volt. Igen. Vagy izének Napóleonnak volt öltöző? Nem tudom. Nem tudom. De hogy a passzív-agresszív embereket azt én, ha már valaki agresszív, akkor legyen frankón agresszív. És a D-világánál is azt látom, hogy ilyen fortyogó dű van. Igen, benne valami. Igen, szeretne ölni. Igen, és az a gond, hogy most már ugye eljutnak egy adott anyagi szintre, mert azért ezek az emberek, akik ilyen feliratkozó számmal és állandó megtekintés számmal rendelkeznek, azok már azért ott elég jól megy a élet. Tehát ott már olyan munkát, 8-tól 16 óráig tartó munkát azért már nem nagyon kell csinálni. Csak viszont, hogyha elveszítik ezt a passzív-agresszivitásukat, és azt merik mondani, hogy figyelj, nekem egész jó életem van, igen, nem olyan rossz ez a világ, itt vagyok én rá példa, hogy így, hogy ezt csinálom, meg tudtam csinálni magamat, mert bárkinek ott a lehetőség, persze, hogy indítson
készen egy YouTube csatornát, főállás vagy mellett mellé kell, azzal hamarabb lehet pénzt keresni vagy szerintem. Főleg, ha buzi. Azt nem tudom. Hogy ne. De hogy... Buzi lábúj. Itt van, hogy a csináld magad. Pontosan. Az IKEA-nak a szlogenjével megcsinálhatod saját magadat. És hogyha ők ezt elveszítik, ezt az agresszivitásukat, a passzív agresszivitásukat, igen, akkor elvész az egész műsornak a lényege, mert az egész műsor arra van felépítve, hogy elégedetlenek. Igen. Tehát elég ember tud ezzel azonosulni. Ezzel tulajdonképpen a... ezek az elégedetlenek elégedetlenségén élősködők. Igen. Mások elégedetlenségén élősködők. És úgy csinálnak, mintha ők valamiféle társadalmi szerepet töltenének be. És vagy bármilyen aktivitást csinálnának az ügyből, hogy az embereknek jobb legyen. És figyelj, egyébként a véleményformálásban azért nagyon komoly részt vesznek szerintem ki. Tehát ugye elvileg annak kellett volna megtörténni azzal, hogy a tudás demokratizálódott azáltal, hogy egy kattintásra van gyakorlatilag bármi, ami iránt érdeklődsz. Most már nem is kell a Google-t kinyitnod és kattintgatnod, hanem a ChatGPT-be beírsz egy kérdést, és kihozza rá a választ a Google keresések alapján. Tehát, hogy elvileg az ember saját maga tudna véleményt alkotni egy csomó dologgal kapcsolatban. De nem, eljutottunk oda, hogy kiválasztottunk olyan embereket, akiket megnézünk egy adott dologgal, igen, kapcsolatban, hogyan reagálnak rá. Pont és ezeket. És ez formálja a mi véleményünket. Milyen emberek vannak a világban, akiknek nem figyelnek oda a véleményére, azt vágod. Igen. És ezeket hallgatják. És ezeket hallgatják, mert elég hangosan mondják, igen, elég rihegve, röhögve mondják, eléggé cinikusan mondják, és tehát akkor vannak a dilettánsok, van a felkent kritikus, tudod? Igen. Kritikusnak egyébként tudod, hogy az megy, aki nem tud semmit. Aki nem, jól tud hallgatni, meg nézni. És akkor utána beszélni elmondja róla, hogy neki az mennyire tetszett, vagy nem tetszett. De a nem tetszés és a tetszés is alapvetően a kollektív tudatnak a működésén alapul, hogy a kollektív tudatban nagyobb százaléknak mennyire tetszik, vagy nem tetszik, és van az, aki pedig az alter kultúrát támogatja, az arra mondja, hogy jó, ami a kollektív tudatnak nem annyira tetszik. Tehát, igen. Ilyen, tudod, hogy mi lehetett volna belőled más, mint kritikus, tudod. És csak azért tudsz megélni, mert bizonyos emberek szeretik hallgatni, hogy valamiről rosszat mondanak, és igazából ez tartja fönn az ő életüket is. Tehát ez mind ilyen negatív fasz. Érted? Igen. Akkor a, hát a Potyondi Edinát azt már beszéltük, az a károgos vénasszony, a gangon. A Dévei 6. kerületi gangban. Az a sorozatgyilkos? Pukkancs, igen. A Pukkancs sorozatgyilkos, aki még mindig a pincébe kell legyen, mert ha kijön, akkor bántani fogja a világot. Nekem mindig valamiért a Michael Myers jutott az eszembe. Aki éjszakánként kijárkál és persze, megfojt nőket. Sokkal gonoszabb ember az, mint gondolják. Kérdez. Lassan beperlés lesz ennek a vége, mert ez már lassan a rágalmazás. Ez nem, ez egy véleménycikk. Elég oda tenni, igen. Ez pusztán ugye, azok után, hogy én szopmen vagyok. Bármit mondhatsz. Mert én szerintem bármit mondhatok, és akinek nem tetszik, az leszophatja szopmen. És a... most már majd kell ilyen darmadik típusú ájtatatos tartalmat is csinálni. Mert... jó, hogy kiegyenlítsd a karma pontjaidat? Össze, hogy mert túl sok a Redditen több legyen, a Redditen több legyen pozitív karmám. Az az igazság, hogy majd ez egy külön podcast, hogy én már meg vagyok világosodva. Tök jó, most azt fogják hinni, hogy be vagyok golyozva, de tényleg gyerekek, én elértem azt, amit mások nem. Elértem azt, amit Gautama Siddhartha és még páran a világtörténelme. Egybe volt nagyobb mester nálam, hogyha úgy tudta csinálni, hogy a megvilágosodás után állapotot, amit annak következtében elért, és megtapasztalt, és tudta, hogy így kell csinálni, azt húzamosabb ideig fent tudta tartani. De én annak a tudatában randalírozom most a podcastben, hogy tudom, hogy ez mivel jár, de tudom, hogy megvilágosodva. Ettől szép. Persze. És akkor ki van még? Várjál. Ezen a magyar YouTube platformon? Ja. Hát van az a Győre, de azt szerintem az csak mi nézzük. Még pár hülye. Most a feltörekvőben van azért. Figyelj, egyébként most már szem, nem tudom, ilyen lassan most hát több mint 10 000 feliratkozónál jár azért, és... Igen, én így kezdte a Dév is. És ott figyelj, ott exponenciálisan növekni. Tehát
Megvan a tuti recept arra, hogy hogyan ne kelljen soha többet az életben dolgoznod. Igen. Az adott Tudod, kiket rendszerről bírok? fröcsögve kell beszélni, és Igen. ennyi. Tudod, kiket bírok? A sávval szemben. Ők kurva jó arcok, igen. Ugye? Pedig azok ellenzéki Most a jelek. Robiról is, az Ábrahám Robinak a Láttam. tényfelt, megnézted? Nagyon Én még nem korrekt volt. néztem meg, de meg akarom nézni, Nagyon mert... korrekt volt. A Joker kritikájuk is. De biztos, hogy különben nagyon-nagyon a podcastja a jövő, és hogyha Orbán Viktor miniszterelnök úrnak tanácsot adhatunk, tehát érdemes figyelni a Trumpot, tehát tök érdekes, hogy a Trump mennyire, meg hogy egyébként nemzetközi szinten nem feltétlenül ez a vonal működik, hogy a Trump mennyire ráézett arra, hogy merre kell mozdulni. Tehát tudta, hogy az előző választás a Twitternek volt a A 16-os. korszaka, most pedig a podcasteké van. Ezt egyébként a És ő Baron podcastekbe mászkál, A nem? Baron Trump a legfiatalabb fia küldi állítólag ezekre Igen? a helyekre, igen. És felismerték azt, hogy ugye a Rogant, a Jake Paul-t, Igen. nem a Jake Paul is. Nem a Jake Paul, az bunyózni fog a Mike Igen, Tyson-nal. Majd a arról tesója. A tesója Logan az, aki Paul. A Logan Paul. Ott volt először podcastben, utána a Tio Vonnál volt, aztán a Lex Friedmannél, és végül eljutott a podcastek hercegéhez, császárához, királyához, a Joe Roganhez, ami most már egyébként 40 millió megtekintésnél Imádom. Jár. Tehát, hogy 3 nap alatt úgy 40 milliót elérni, hogy a YouTube szándékosan elrejtette ja, a platformodról. Képzeljétek el, ilyen nincs. Hát beszarok. Hogy a YouTube, ha beütöd a Joe Rogan Experience-et, a Joe Rogan Trump, és nem dobja ki a csatornát. Valami 87. találat lesz a Joe Nagyon Rogan. Kemény. Tehát onnan lehet tudni, hogy valami olyan dologról beszélnek, ami helyén való és az igazsághoz közel áll, hogy el akarja tüntetni azt a másik oldal. Ilyen esetben a másik oldal alatt a demokratákat értem. Igen. Ugyanis, hogyha az ember megnézi azt, hogy havi lebontásban ki a Kamala Harrisnek a legnagyobb támogatója, akkor az a Google, utána pedig az Apple, de hogy mivel a YouTube az Google alapú, ezért ugye tudjuk. Hát a ChatGPT mi volt, azt mesélt? Ja, képzeljétek el, hogy egy nő felrakott egy TikTok videót, ahogy a ChatGPT-től megkérdezi, hogy miért szavazzak a Donald Trumpra. És a ChatGPT gyönyörű női hangon azt válaszolja, hogy nem szeretnélek politikailag befolyásolni, ezért nem mondhatok semmit. Egy másodperccel később felteszi ezt a kérdést neki, hogy miért szavazzak Kamala Harrisre. És hosszan sorolja azokat a policikat, politikai pontokat, amik mentén megpróbál téged meggyőzni arról, hogy a Kamala Harrisre kell szavaznod. És miután a fejlesztő cég számára eljutott ez, mivel ez egy virális videó lett, ezért azt mondták, hogy ez egy glitch volt, ez egy hiba volt. Aha. És azóta már kijavították. Egyébként ki lehet próbálni, én kipróbáltam, most már mind a kettőről leírják a pozitív meg negatív dolgokat is. De nagyon kemény az, hogy tényleg így a digitális világon keresztül mennyire rohadtul átalakuló félben van tényleg a teljes gondolkodás. Hát, figyelj, nagyon megváltozik a világ. Most pont nézted az Orbánt, hogy beszélt a munkáshitelről, tudod. És ugye a munkáshitel az, amikor ha gyereket válasz, akkor támogatássá válik, tudod. Igen. És igazából vissza se kell fizetni. Igen. És hogy mennyire kétségbeesve, kapkodva akarják megoldani, hogy legyenek újabb adófizetők, meg olyan munkások, akikből a nyugdíj alapokat majd ki lehet termelni, meg amiből a nyugdíjat meg lehet oldani, de sajnos nem megy. Tehát, hogy annyira paradoxak a folyamatok, és annyira ellentétes irányba hatóak, ahogy a világot meghatározunk, és a világot működtetjük, hogy egész egyszerűen ez a világ nem vezethet oda, hogy elegendő gyerek szülessen. Most mert vissza ezekre a tartalomgyártókra. Tehát már a YouTube ezekkel a bevételekkel, meg a TikTok, meg az összes többi, tulajdonképpen ez egy társadalmi kísérlet már. Tehát most a Dave világa, a Megafon, az összes többi, az Ábrahám Robi, mi, vagy bárki, a Ultrahang, de akik tartalmat gyártanak, és ezáltal valamilyen bevételre tesznek szert, azok azt a társadalmi kísérletet folytatják, mennyire illuzórikus az egész, hogy munka nélkül
szabadidő tevékenységgel hogy lehet pénzt generálni. Tehát tulajdonképpen ilyen, ezek ilyen passzív, maximum passzív-aktív jövedelmek. Egyedül talán a humán szférában megmaradnak az emberek, de mint azt már mondtam a tegnapi videóban, hogyha így gyártják tovább a szexbabákat, akkor a prostik világa is hamarosan iszonyú veszteségek elé néz. Tehát, hogy igazából egy jó babával megúszod a nemi betegséget, megúszod az érzelmi problémákat, megúszod a feleselő szájakat, tulajdonképpen feleségre se lesz szükség, ha jók a szexbabák, a szexdroidok, és hogyha ilyen módon vannak, akkor előbb-utóbb a férfiakat is kifejlesztik belőle, és akkor a nőknek nem fog kelleni majd férfi, meg házasság. Illetve az van, hogy egyrészt szerintem a munkamentes társadalmat kísérletezik, most már ezzel is. Egyébként az Orbánék mennyire ellenhatásban vannak gondolatiságban, mert hogy ők munkaalapú társadalmat akarnak. Mondt, hogy milyen anakronisztikus. Igen, foglalkoztatva akarod tartani az embereket, tehát hogy foglalkoztatva legyenek, de egyébként nehéz, mert már ugye egy csomó munkát nem végeznek el Európában az emberek. És ez nem most kezdődött, hanem régóta. Tehát valamilyen módon ezek a passzív jövedelemmel, meg mindenféle pénzekkel, meg hitelekkel fönn akarják tartani azt, hogy a tömegnek legyen vásárlóképessége. Na most a vásárlóképesség kielégítésére termékeket kell előállítani, de ezt már előbb-utóbb robotosított úton, módon fogják előállítani, tehát a munkát, a passzív jövedelmet beszerző embereknek, aki az OnlyFans-en mutogatja a picsáját, vagy éppen itt podcasteket gyárt és reszeli a fingot, teljesen ilyen fekete tükörszerűen, tehát van egy epizód, amikor a fekete tükörben az emberek munkája bicikliznek, hogy termelődjön az áram, tudod. És akkor vannak ilyen kiválasztottak, akik úgy, hogy egy fülkébe ülnek, csak szebb fülkébe, és akkor ők a műsor. Az egyik az így beszél, a másik pornósztár lesz, és így egy ilyen sorsoláson el lehet nyerni ezt a helyet, tudod? Hát most is ez van tényleg. Hmm. És az a lényeg, mindjárt igazi. Ez vagy benne. Persze, igaz is. Egészség. És köszönöm. És az a lényege, hogy tehát tök érdekes ez a kínlódás, hogy legyen gyerek. De nem lesz gyerek, mert ugye a fogyasztásnak a fokozása, az, tehát hogyha megnézed, ugye mivel lehet a fogyasztást a leginkább a tömegeknek a szintjén fokozni? Ha megnézed, a legnagyobb csábító, amivel csábítanak, az a kaja. A kaja, tehát a jólét az emberek többségének az annyi, hogy eleget tudjon enni, meg inni, meg hogy jó nagy tévéképernyőn keresztül nézhesse a tévét, érted? És akkor minél inkább mész valamilyen irányba, intellektuálisan, meg anyagilag, vagy bármilyen módon a társadalomban egy fajta idézőjelbe vett létrán föl, ott jönnek az ilyen snob igények, tudod, hogy jó autóval menjél, óra, szép helyekre járjál nyaralni, ilyen órád legyen, olyan csajod legyen, de ezt mondom, előbb-utóbb kiváltja majd az a baba, ami majd már beszélni is fog, meg minden, és csak kimosod a pináját, érted, és akkor egy ilyen üritővel, aztán jó napot kívánok. És közben viszont kell ember, aki valamilyen módon ezt azért fönntartsa, hogy kitermelődjön az, hogy legyen miből ezt az egészet csinálni. De nem tudod, mert most hiába akarják ilyen kétségbeesve a gyerekeket gyártatni, egész egyszerűen rossz lett az ondó. Szar az ondó. Tehát én értem, hogy az Orbán most szeretne gyerekeket, meg hogy Európában több ember legyen. De nem azért nincs gyerek, mert hát egyrészt ugye a társadalmi változások azok fölrúgták azokat a fundamentumokat, amiben a gyerekvállalás elképzelhető. Tehát az emberek ugye a fogyasztás mentén, a saját fogyasztás igényük mentén kimaxolják magukat a világban. És csak túl sokáig a fogyasztás közben megromlik a petesejt, meg az ondó. Meg mert sokáig tart a saját magad megvalósítása. Igen, meg és az individualizmus, gondolj bele. Tehát mit csinál egy fiatal? Mulat, iszik, drogozik, gyógyszert vesz be, tök mindegy. Táplálkozik, ugye rengeteg ilyen tartósítószerrel teli kaját, minden szart,
mérgezett szarokat használ mindenbe, akkumulátorok vannak mindenhol körülötte, stb. Tehát, hogy csupa olyan dolog veszi körbe, és csupa olyan dolgot fogyaszt és visz be, mind szellemileg, mind fizikailag, amik az állagát rombolják. És hogyha belegondolsz, ugye egy férfinál még az ondósejt az újra termelődik, mit tudom én, folyton, és akkor ürül a szervezet, de nem ürül, mert már gyerekek cukorbetegnek születnek, meg minden. De a nőknél például egy adott petesejt állomány van. Na most, ha valaki megér egy jó kis koronitás fiatalkort, az ott egész végig ott van. És akkor a jó kis koronitás fiatalkorod után megfelelj a társadalmi elvárásoknak, meg hogy ne érezd, hogy egy lófasz vagy, leszülsz egy gyereket 40 évesen, érted? És akkor születik egy ilyen x-lábú, befordult bokájú ADHD-s degenerált, érted? Aki csak olyan videót tud nézni, hogy a jó van ez így, de okosba, az meg 5 percenként megakad a videó. Tehát régen a jó van ez így, de azt kérdezték volna, hogy mi baja van ennek a filmnek, hogy ez folyamatosan... Nem? De és igen. Most ez a természetes. Tehát gondoljatok be, hogy az a legnépszerűbb tartalom, ahol folyamatosan akad a kép meg a hang. Megvan ez? Hogy megvan akasztva a dolgok, és természetes. Tök érdekes, hogy az öreg iskola próbál küzdeni azért, hogy megmaradjon valami régi világból, de hiába, mert az öreg iskola is ezt a fogyasztás fokozást csinálja. És itt fog beszakadni az egész történet. Tehát majd a Harari könyvet be akarom hozni az egyik podcastba, hogy felolvasuk, és szerintem a másik adást úgy sem csinálom, mert már annyit beszéltünk, hogy borzalmas majd hétfőn. Meg addig majd csinálok vagy buddhista szart a hétvégén, akkor majd újra jó embernek néznek be az meg majd az a hülye degenerált, aki egyedül karakán voltál. Hát, mitől lettem kevésbé karakán? Szopjatok le! A legjobb barátom, bazen, fiamként szeretem. Miért nekem mindig egyedül kéne podcastelni? És szívem szerint még lenne előttünk itt két szexbaba, az nem két ilyen seggel. Figyelj egyébként, hogyha megfelelő, akár uniós támogatást egyébként azért be lehet hozni most állassan. Lehet pályázatot írni, hogy itt az interjőrt azt picit felhúzzuk még jobban, hogy a nézőknek a szeme ugye, világát. Azt mondtam ugye a múltkori adásban, hogy ilyen szalont kéne nyitni. Podcast szalont? Én nem, babaszalont. Babaszalont. Igen. Ahhoz nagyon élem. Tehát az nem is tudom, nem tudok tovább lépni. Mondod, hogy nem lesz majd nemi betegség, de ott abból lesz nemi betegség, hogy egy csomó férfi ugyanezt a babát használja majd. Nem, mert kitakarítjuk. Ja. Ezt takarító szemben. A lakatos márka szemben beszéltük. Persze. Majd ő kikeféli. Én benne vagyok, csináljuk. Kormótlanítja. Csináljuk. Kormótlan, ez az iroda már annyi mindenre lesz kormótlanul, használva. Kormótlanul, kormótlan lesz. Szóval az a lényeg, hogy hiába erőlködnek, érted? És tök aranyos, hogy ez a sok tartalom gyártó ilyen túl komolyan veszi magát, de hogyha megnézed, az ügyekből se lesz ügy, mert ugyanúgy, ahogy egy folyamatosan akadó videó kell az embereknek, folyamatosan újra gyártott, újra kreált valamit akarnak. És ez a szamszarisztikus kör, amikor azt hívják, az az igazi neurotikus, aki ugyanabba a hibába esik bele folyton. Újra és újra és újra. Ez ugyanaz, mint a nőknél, meg a férfiaknál, hogy általában rinyálnak valami miatt, hogy jaj, ezt csinálta, azt csinálta, és akkor utána összeveszek vele, és keres egy ugyanolyat. Csak új. És amíg új, addig nem tűnik föl, hogy ugyanolyan, és akkor utána, amikor már vége van, akkor meg így mondja, fú, ez a geci, tudod. Hát ez a mintaszerű létezés. És senki bele se gondol, hogy mit mond el róla, hogyha ő egy gecivel jár, vagy egy gecivel él, nem? Vagy annak szül gyereket, akit ő gecinek tart. Mert annak felismerése ijesztő, főleg, ha szültél egy gyereket. Hogy te döntötted. Igen. Hogy ezt választottad. Nagyon kemény, hogy mennyire nincs ilyen felébredés, tehát, hogy ilyen alvó állapotban élik az emberek az életüket, és ilyen kompenzációk meg traumák azok, amelyek gyakorlatilag működtetik az embernek az életét. És mivel mindenkivel ez történik, ezért ez nem tűnik olyan tragikusnak, mert aki szembe jön velünk, annak a 97%-a az valójában depressziós ám. Tehát, hogy persze. Még sokkal több depressziós ember van, mint amennyire diagnosztizált módon kiderül, hogy az. Hogyne. Tudjátok, milyen nehéz nekünk így élni? Hogy ezt mind vidáman csináljuk, hogy ráadásul ilyen sötétben?
Azt mondod, felhúzod az, azért az expozíciót. Itt ülünk ilyen sötétben egész nap, és az egész világ depressziós, csak mi nem. De mi próbáljuk ezt a trendet követni, hát ha mi is. Persze, hogy berakunk alá valami számot ilyen. De végig. Csak ilyen nagyon halkan, hogy csak egy bizonyos tartományban Például lehessen Joker hallani. 2, ez is nagyon nagy film, mert a világnak a jelenlegi tudatállapotát megfelelően tükrözi. Tehát, hogy igazából nem a Joker az nem a abnormalitás, Hanem a hanem a normalitás. Joker világa lett a normalitás. Igen. Gondolj bele, Hát mert mi és ilyen valójában a... frontinos, szanaxos emberek hozzák az észt, hogy mit, hogy kéne csinálni, érted? És Mindenki, aki menekül a világ elől. a normalitást az csak és kizárólag, az egy statisztika, meg egy tömegadat. Hogyha elegen csinálják, akkor normálissá válik. Persze. Tehát a börtönben az a normális, hogy büllanysommal rendelkező emberek vannak ott. Tehát, hogy ott teljesen más a normalitás, mint mondjuk a civil életben. Hát eleve azért mondom, hogy ülnek és ilyen, és ezért nézik ezeket. Mert olyat nézni, ami valóban konzekvenciákat von le a világgal kapcsolatban, vagy rádöbbent téged valami felismerésre, amivel ez a depresszív állapotod megszűnik, az egész egyszerűen nem működik. Hát tök érdekes, hogy mi a különbség a hofi meg ezek között. Az intellektus. Hát az, hogy a hofi, bár támogatta a Kádár rendszer, mint egy ilyen gőzkieresztőt, Szele. gőzszerepet, de amíg hallottad a hofit, addig úgy kacagtál, hogy felszabadultál valóban. Tehát, hogy endorfin hormon termelődött, érted? Itt viszont tök érdekes, hogy ezek az emberek ugyanúgy nem vesztesei ennek a világnak, sőt, mert itt nem csak arról van szó, hogy a magyar rendszer, itt egy világrendszerben élünk, és a világrendszerrel szemben lehetne ellenségességet kifejezni, vagy kritikát, hogyha valami van, és hogy ezek mégsem érzel felszabadulást a videóiktól. Tehát a Potyondi Edinának a poénjaitól nem tudsz megkönnyebbülni, hogy hát, de jót mondott, és röhögsz magadon is, meg a világon is. Kicsit ilyen Hanem apatikus. csak ez a hogy elmondjuk róla, hogy milyen, és azt mondja, és Ez a Puzsér. igen. Hát a Puzsérnak a férje volt. És a ugyanezt, tudja, ez a Dév azt leutánozta, a dilettánsok azok meg csak ülnek, és így most mondta, hogy beviszem És tudod, Manhattanba. mi az érdekes, hogy ahogy kikerülnek a safe space-ükből, abból a környezetből, Igen, hirtelen vége. megszűnik az erejük. Mert amikor, ezt mindig szeretem felhozni, mert azt remélem többen megnézik, amikor a EP választások voltak, és a Gulyás Marcék 10 órás műsora velük kezdődött egyébként. És ott a Gulyás Marci, majdnem azt mondom Maci, próbálta bevonni őket a beszélgetésbe, hogy ti vagytok a fiatalok, mégis azért egyfajta véleményformáló tevékenységet végeztek, mi a véleményetek azzal kapcsolatban, hogy most hogy állnak ez a szavazáshoz, és tudod, csak ott ültek, és ilyen íztelen, szaktalan, sótlan, ilyen karakter nélküli módon, még csak azt sem mondom, hogy beszéltek, hanem ilyen félszavakkal, félmondatokkal Igen, kommunikáltak, és szerintem semmi. hamarabb lekeverték őket, mint ami az ő műsoridejük lett volna. Igen, hát a Dév világa, az például Ami máshol nem lehet. ilyen Őt szövegírói ennyi. kvalitások alapján egyébként jobb. Tehát neki szépen rendezetten össze van szedve a hülyesége. Mert ő azt olvassa, nem? Olvassa meg, az újságíró volt, azt hiszem, tudod hol? Korábban. A Vox magazinban. A Vox az a filmes újság. Igen. Meg kellett volna maradni annak, szerintem. És a Győre Zoli az is szemben Újságíró van volt. összetéve a hülyesége Igen. sokszor. Meg ott a képi világ az egész jól néz ki. Tudod, mi van? Hogy az van, hogy ezek olyan emberek, akiknek a való világgal kapcsolatuk úgy nem nagyon van, szerintem. Ilyen olyan kapcsolat, ami így kiterjesztett azon túl, amit el akar képzelni.
Mint volt az a srác, akivel kommentbe vitáztam, az a Bencevel. Most megnéztük, hát a világ összes egyetemét elvégezte. 27 éves, de annyi egyetemet elvégzett, az olyan, hogy 100 év alatt nem végzel el. És ehhez, tehát hogyha ezt szemügyre veszem, azért többet vártam volna, érted? De azért nem, mert lehet látni, hogy ez az is egy ilyen jólétbe élő srác, érted? Aki így ez a forradalmi hevület igazából, és kiderül, hogy ez mindig úgy van, hogy ezt ilyen elégedetlen, ilyen mentális szempontból elégedetlen emberek gerjesztik, de ezeknek igazán életbeli problémájuk nem nagyon van, mert akkor azt kéne megoldani. Tehát eleve, aki ráér videókat gyártani full time-ba, ugyanez a véleményem a kommentelőkről is. Akinek van ideje megnézni egy... Ezt a hülye videót. Ezt a videót például, és időt szakítani arra, hogy írjon egy kommentet, ott rengeteg szabad időd van akkor ezek szerint, igen, amit mással is tölthetél volna. Szopjál le te is. Ez lehet a adásnak a címe. Igen, és azt is mondjuk, hogy mi ezt munka után csináljuk, tehát mi rendesen dolgozunk, mert a adás szponzoránál, a Dobhitelnél vagyunk alkalmazásba, www.dobhitel.hu, ez az adásnak a szponzora, és aztán még az Energy, Magyar Termék Egészség, Exotikus Ízű Frissesség, zenergy.hu, rendeljetek Zenergy-t, mert elmondom nektek, és képpel is alá fogom támasztani, hogy ki rendelt Zenergy-t? Magyar Neki? Péter. Magyar Péter. Bizony 10 kartonnal, de még elfelejtette átutalni a pénzt, úgyhogy ezúton mondom, Péter, hogyha szeretnél az Energyhez jutni, akkor mindenféleképpen kérlek, hogy utald el a üdítőknek az árát, és akkor te is meg tudod kóstolni ezt a rendkívül finom magyar startupot, amit mint például a Magyar Agrárium egyik csodáját majd befuttatod jövendő országbitorlásodnak a során, és mi van még? Ja, kártel jegy. Vegyetek kártel jegyet. 2025-01-17 Paplászló Sportaréna. Gangsta Zoli és a kártel a kibaszott házban, és erre vártam. Jönnek az öreg fiúk, akik oldboyok, de nem vén buzik, és adnak egy hatalmas koncertet a klasszikus dalokkal. Mi pedig majd jövünk újabb adásokkal. Van még valamit, amit el szeretném mondani? A mai adással kapcsolatban? Na, az első 7 percben elmondtuk a lényeget, a többi csak reszelés csak volt. Reszelés. Mikről kéne majd még beszélni? Mert azért van egy-két téma. Engem nagyon érdekel például ez a közvéleménykutatás, hogy a Tisza most már százalékponton, hiba százalékon belül van a Fidesz-szel szemben. Az amerikai választásra szerintem mindenképp meg kéne csinálni. Azt élőbe YouTube-on. És ott egy csomó mindenről lehet szerintem beszélni ezzel kapcsolatban. Mesterséges intelligencia nagyon izgalmas volt az LMBAC kapcsán. Igen. Azt ne felejtsük el. Meg lehet esetleg, azért... Meg az Ábrahám Robi holnap jön videóval. Na, a Harari témát, az nagyon jó, a Gilgamesh Project. Azt felolvasni és átbeszélni. És reagálni rá. És azért jó lenne valamiféle ilyen Buddha témát így kifejteni. Ott mondtad, hogy valami szutrát majd egy behozol, szutrát. Nem? És rávetítjük a világra. Én benne vagyok. Jó. És szűz szemmel, szűz aggyal fogok ránézni, és jó, vetítjük valahogy a mai világra. Szutrát. Mert mindent, amit egyébként elmondtak 2000 éve, az már igazából. Semmi azután már sokat, sok minden nem volt érdemes írni. És egyébként utána még a Shakespeare írt az 1500-as évek végén, 1600-as évek elején, és azt mondják, hogy a Shakespeare az minden történetet megírt már igazából. Innentől kezdve meg már csak az a kérdés, hogy abszolút, a legókat hogy rakja össze az ember, de permutációk ezek. Minden. Rubik kocka. Mindenki élete ugyanaz igazából. Rubik kocka. Valamilyen az, úton ki az kell rakni. De mégis egy kocka, amin ilyen színes kis kockák igen vannak és kis négyzetek. Tehát ezért nem szabad egyébként szerintem úgy igazán utálni a másikat, mert utálni szabad nekünk. Ugyanaz az ember, mint te valójában. Tehát, persze, hogy... Na majd a megvilágosodásom története, az fontos. De az... lehet, hogy ezt a hétvégén megcsinálom. Ami amit mondtál rá, hogy a... Valami buddhista szart. Valami buddhista szart. Igen. Különben ilyen igazi Yuji Krishnamurti lettem, tudod. Igen. Az elengedett utai tanító. Igen. Ennyire vagyunk a nihiltől, de még nem de ott nem vagyunk. Vagyunk azok, mert nagyon szeretünk tevékenyek lenni, és az ügyfelek hasznára lenni. Úgy meg szerintem talán még nekünk mosolyog a szemünk, meg olyan... Nagyon, persze.
Rájöttünk, hogy nem kell morogni, bazeg. Figyelj, ha mindenhol kihúny a vidámság, itt mindig lesz két ember, aki vidám lesz. Sötét, aki és, sötétben ülnek. És fogunk csinálni nyilvános eseményt, főleg, hogyha érdekel titeket, és ott nagyon szeretnénk ilyen, ott tényleg ezt a ilyen darma típusú beszélgetéseket folytatni a magunk módján. Tehát semmiféleképpen se pátoszosan, hanem úgy, ahogy kell. Ja, és a párkapcsolati videókat folytatni kell. Minek jön még egy, kettő, szóval harmadik női része. Férfi. Meg most már lehet a szex dolgokat is szex bevenni. Jó. Hogy az hova vezethet a párkapcsolatok. Mert ez a, az olyan, mintha egy ilyen pornó helyettesítő lenne kicsit. Ez ugyanaz, mint a pornó, csak... Jó, de ezt ne felejtsd, de hétvégén készítsél jegyzetet, ha lehet. Mindjárt megcsinálom meg most. Azt a jó, mi ezek a témákról? Azt a, igen, meg azt a jó pár jelzálok hitelt, amit be kell adnom, majd szedjük össze, mert valamiből kell vennünk kokaint. Meg még egy lámpát. Még egy lámpát, mert bazeg nem... Ja, és nagyon várjuk a podcast mikrofont és a kurva drága keverőt. Azt az e-mailt kell megírni. Azt az e-mailt azt is meg kell írni, és kell nekünk egy szexbaba minimum. Cserélhető puncival. Azon gondolkodtam, hogy már néztem a port... Ki ilyen, seggel ki ilyen, igen, ott lehet választani, meg azon összevetekedni. Ott támaszt. Ide ültetnénk tényleg. Vagy nem, hogy nem látszódna, csak mi tudnánk, hogy igen, itt van. És néha csak így kinézni. Megkérni a másikat, légy szíves, menj le, Laci. Igen. Jó. Mit akartam? Ja, még egy dolog, hogy ma hallgattam a Partizán podcastet, a minden csütörtökön szoktak jönni az amerikai elnökválasztással kapcsolatban, és a végén ugye elmondják a sallangot, és azt egyik videónál sem nézem már meg. Aha. De nálunk, aki ha valaki ezt nézi, és amikor már kezdünk úgy elbúcsúzni, és kilép, egy csomó mindenről lemarad. Egy csomószor. Na jó, sziasztok, és utána még egy 6 percen keresztül. Persze, de arról baznak, hogy még mindig itt az a kurva klíma. Halljátok? Már egy kórházat nem érdekel. És pedig izé is van hozzá. Certifikáció. Tehát, hogy... Ebben tényleg van, tehát hogy van nem egy üres klíma. Doboz. Vettem egy klímát, amit felajánlottam egy egészségügyi. És az, lehet, hogy az a sértő, hogy várom, hogy jöjjenek el érte. Oda kéne mennem könnyörögni. Vagy lerakni csak a kórházait. Ne, azon gondolkoztam, hogy a Magyar Péter kifizeti az Energiket, akkor amikor kapja az üdítőt, elküldjük neki a klímát is, jó, úgyis gyakran jár hőmérőzni a kórházakba. És akkor ott felajánlhatja tőle, elfogadják neki, senki nem mer nemet mondani. És nem is kell azt mondani, hogy eredetileg igen, innen volt. És csak úgy, oda megy és annyit mond. Figyelj ide, te kórházigazgató! Gyere ki, mielőtt kihoznak, tudod? És akkor az se baj, a saját nevében ajánlja föl. Nincs jelentősége. Köszönjük a figyelmet! Szép hétvégét, sziasztok! Kellemes ünnepeket! Hogy ez most illik ilyet mondani? Emlékezni a halottainkra szerintem nagyon fontos. Day of the Dead. Nem is tudom, melyik törzsben van, Joe hogy kiszedi. Meg kiszedik a Dél-Amerikába a halottakat, és odaültetik. Igen, de odaültetik a hullát az asztalhoz. Persze, jó az ott. Hát férjek a feleségeket kiszedik, és a szem az asztalhoz. Igen. Ennyi. Na, sziasztok. Na. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!